A magyar rektori konferencia elkezdte felülvizsgálni a bolognai rendszer működését és hatékonyságát. A különböző tudományterületeken belül vizsgálták az oktatás minőségét és rendszerét. Az, hogy ez a jövőben mit jelenthet a Nyíregyházi Egyetem számára, az intézmény rektora úgy fogalmazott, óriási munkán előttük. Tulajdonképpen 2005-től Magyarországon bolognai rendszer a felsőoktatásban, ami azt jelenti, hogy különböző képzési szintek vannak, van felsőoktatási szakképzés, alapképzés, mesterképzés és doktori képzés. Na most, mivel eltelt 15 év, célszerű ennek a felülvizsgálata és a revíziója, ami azt jelenti, hogy a Magyar Rektori Konferenciának különböző bizottságai vannak, ahova az egyes szakterületek tartoznak, és ezek a bizottságok felülvizsgálták magukat, a képzési szerkezetet, a képzés idejét, a képzési követelményeket, a bemeneti és kimeneti követelményeket, az oktatott ismereteket, tartalmakat, és tulajdonképpen minden tudományterület megfogalmazta a maga véleményét azzal kapcsolatosan, hogy mi az, amit célszerű lenne esetleg változtatni, mi az, ami aktuális probléma, mik a célok, a változtatásnak a céljai, mik a feladatok, és tulajdonképpen összesíti a Magyar Rektori Konferencia. A felülvizsgálat már tavaly elkezdődött. A Nyíregyházi Egyetem folyamatosan igyekszik felzárkózni a kor követelményeihez, és olyan színvonalat, képzési rendszert adni a diákoknak, ami nemzetközi szinten is megállja a helyét. A nemzetközi esítési folyamatunk természetesen ugye a pandémia azért rányomja a bélyegét, de ott tartunk, hogy jelenleg 8, szeptembertől pedig 14 angol nyelvű képzést hirdetünk. A magyar, mint idegen nyelvű képzésünkön már most van külföldi hallgató, de erre is fogunk képzést hirdetni továbbra is, illetve a Stipendium Hungaricum program keretében azokra a szakjainkra, amiket már beindítottunk, szeptemberre igényeltünk finanszírozott helyet, keretet, és hát nagyon nagy az öröm a számunkra, mert a szakjainkra már most van 300 jelentkező külföldi diákok. Bízunk benne, hogy a pandémia meg fogja engedni azt, hogy be tudnak jönni az országba, és végre el tud indulni a képzés. Illetve hát a nemzetközi esítésben nagyon kulcskérdés még a kutatási együttműködések megkötése. Most az elmúlt évben az Arab Emirátusok Egyetemével, az ekvádori és kínai egyetemekkel kötöttünk szerződést. A Nyíregyházi Egyetem emellett idén nyári egyetemeket is szervez 37 külföldi diák számára, ahol magyart, mint idegen nyelvet fognak tanulni az érdeklődő fiatalok.